Viták, nézeteltérések a legjobb családban is előfordulhatnak, hiszen a kamasz mindenütt kamasz. Az időszak átvészelésében és a problémák megoldásában jó, ha a szülők számára is van egy segítő kéz. Tulajdonképpen ezt jelenti a Szülők Akadémiája. Nagyon jó, mert itt interaktív módon megelevenednek gyakorlatilag a problémák, tudunk róla beszélni, nagyon jó tanácsokat kapunk, lehet kérdezni, tehát gyakorlatilag teljesen át tudunk járni minden témát, ami érinthet egy tinit. Az érdemjegy, ami a fél évi munkát összefoglalja, a gyerekeknél vajon hányosra sikerült? Magyarázom a bizonyítványom, értékelés és személyiségfejlesztés. Ezúttal ebben a témakörben kaptak hasznos tanácsokat a résztvevő szülők. Ha nem értékelünk, akár szülő, akár pedagógus, akkor nem járul hozzá a magatartás és tevékenység formáláshoz, vagyis nem járul hozzá a szociális életképesség megalapozásához sem. Tehát ez a legfontosabb dolog. A közömbösség, akár szülő, akár pedagógus részéről az egyik legnagyobb pedagógiai hiba. Tehát értékeljünk. A Szülők Akadémiája elnevezésű újszerű kezdeményezést a Tóparti Gimnázium hagyományteremtő szándékkal indította útjára. Olyan témákat próbáltunk ebben az évben megmozgatni, ami a szülőkben, sőt, mi több azt mondhatom, hogy a gyerekekben is benne mozognak, csak eddig esetleg nem hoztuk felszínre, és most itt van a lehetőség, beszélünk róla. Interaktívan, közösen gondolkodunk. A programot Székesfehérvár önkormányzata is támogatja, a Szülők Akadémiája következő alkalommal, a fesztivál szezonnal foglalkozik majd.